katasztrófavédelmi tájékoztató. Az aratási szezonra készítették fel a gazdákat és a munkagépeket. A lezereső június van, és közeleg az aratás, és úgy tűnik, hogy egy-két héttel előbbre van minden, úgyhogy ha az időjárás megengedi, akkor a munkagépek felvonulnak az adott területekre. Mire hívná fel a figyelmet egyrészt azoknak, akik ezt a munkát végzik, illetve hát akik azon a környéken járnak, ahol éppen aratnak? Így van, előbbrébb jár a természet, és így előbbrébb jár az aratásra való felkészülés is. Ezen a héten már megkezdődnek a felkészülés csúcspontjai, úgymond a gépszemlék. Gépszemlén kell részt venni valamennyi betakarításban résztvevő munkagépnek. Ezeket tartják most a gazdák. Ezeken a gépszemléken ellenőrzik azt, hogy a gépek tulajdonosai hogy készítették fel a gépjárműveket, erőgépeket. Tűzvédelmi szabályokat betartják-e? Gondolok itt arra, hogy a tűzoltókészüléket elhelyezték-e a gépeken. Ezek érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek, a nyomás az megfelelőben, és a megfelelő szerelvényekkel rendelkezik ez a készülék. Ezen kívül az összes munkagépen valamilyen szikracsapó eszközt, vagy szikracsapót, vagy lapátot kell elhelyezni, és magának a gépnek a műszaki felkészítésének is megfelelőnek kell lenni, mint az erőátviteli részeknek, motorikus részeknek, kipufogó rendszernek, üzemanyagrendszernek, hogy fel kell ezeket készíteni, hogy minél kevesebb tűzveszélyes helyzet adódjon betakarítás közben. Hogyha ezekkel a gépszemlére felkészültek, akkor a gépszemlén részt vesznek ezek a gazdák és ezek a munkagépek, erről kapnak egy jegyzőkönyvet vagy egy jegyzőkönyvi kivonatot, ami viszont feltétele annak, hogy az aratásban részt vehessenek. Tehát ezeket a kivonatokat és jegyzőkönyveket mindig a gépben kell tartani, és egy esetleges ellenőrzés kapcsán ezeket az ellenőrző kollégáknak be kell mutatni. Mi a tapasztalat, milyen műszaki állapotúak most a térségben a munkagépek? Azért is pontos ez, hiszen egy nagyon száraz időszakban kezdődik mondjuk az aratás, és azért a gabonatábla, hogyha meggyullad, azért ott nagyon komoly problémák is, főleg, hogyha egy falu mellett található. Így van. A géppark az jelentősen kicserélődött újabb gépekkel, életkorban kisebb életkorú gépekkel találkozunk. Ezek felkészítése azért jóval könnyebb, mint a régebbi gépeknél, és azt látjuk, hogy a gépszemléken is egyre kevesebb a hiányosság, és magában élesben, hogyha mi ellenőrizzük a betakarítási munkákat, akkor is kevesebb szabálytalanságot tárunk fel ezeknél a munkagépeknél. Mit tehet az, aki mondjuk éppen valami gond és probléma van, tűzeset történik, sajnos a gabonatáblában a tűz nagyon gyorsan terjed, mi az, amit tehet ilyenkor, aki ott van, vagy aki éppen látja, mit tehet? Ugye itt ketté bontanám, tehát az aratási munkáknak is megvannak a szabályai, tehát annál, hogy ahhoz, hogy minél kisebb veszélyt jelentsenek egy esetleges tűzeset kapcsán ezek a tüzek, megvannak a tűzvédelmi szabályai, tehát közút mellett kell kezdeni a betakarítást, akkor ügyelni kell a villanyvezetékek környezetében történő betakarításnál. Ugyanez a szabály vonatkozik például a vasúti sínek melletti betakarításnál, és ezeket kell először megtenni. Tehát ezek a szabályok, a dohányzás tilalma mind, ezek a betakarításban résztvevőkre vonatkoznak. Viszont, hogyha megtörtént a baj, és ez nem minden esetben a betakarításban résztvevő gépekből adódóan történhet, tehát bármilyen más külső hatás miatt történhet tűzeset gabonatáblán, akkor a bejelentés fontosságára és annak pontos meghatározására hívnám fel a figyelmet, tehát itt igyekezzünk minél nagyobb pontossággal meghatározni, hogy hol van ez a tűzeset, adott tereptárgyal, adott esetben, hogyha annyira nagyon külterületen vagyunk, vagy bármiféle egyéb szomszédos földterülettel, erdőterülettel beazonosítani ezt a helyszínt. Akkor, hogy ez mit veszélyeztet, merre terjed, erőse a szél, merre fújja ezt a tűzet a szél. Ezeket mind a 112-es hívó számon el kell mondani az ott ülő kollégának, és ezeket az adatokat figyelembe véve és értékelve fogja riasztani a beavatkozó egységeket. Másik nagyon fontos dolog, nyári időszak, szabadtérre is családok, kisebb csoportok szeretnek kirándulni. Szabadtéri tüzekkel kapcsolatban hol rakhatunk tüzet? Hol rakhatunk tüzet? Belterületen ugye továbbra is a kerti növényi hulladék égetése, ami engedélyezett, amennyiben van önkormányzati rendelet. Ezek az önkormányzati rendeletek leszabályozzák az adott időpontot, hogy mikor végezheti ezt az állampolgár. Ha belterületen kerti partit, kerti sütögetést tartunk, ez nem minősül ennek, tehát azt mindenki végezheti.
Természetesen a tűzvédelmi szabályok betartásával. Értem ez alatt. A tűz sohasem hagyható egyedül. Az oltásához megfelelő eszközöket készenlétben kell tartani, tehát ott a kezünk ügyében kell lenni adott esetben esetleg lapátnak, vagy víznek, vagy valamilyen oltóanyagnak. Ha erdőterületen szeretnénk mi tüzet rakni, akkor minden erdő a kijelölt tűzrakó helyeken tudjuk ezt megtenni. Kivételt jelent ez alól, hogyha országos tűzgyújtási tilalmat rendelnek el, mert abban az esetben akkor az erdő területen és azok 200 méteres körzetében tilos, még a kialakított tűzrakó helyen is.